13 alkalommal költöztem, és 6 különböző iskolába jártam. És ebben egyedül az a döbbenetes, hogy ki tudtam számolni. Mert a beilleszkedésnél egyedül a ráálltan tárgyak mentek nehezebben, és érdekeltek kevésbé. Egyetlen dolog tudott csak igazán fájni, folyton 3-as kapni fogalmazás írásból. Alfa, béta, gamma, delta, epsilon, zéta, éta, téta, jóta, kappa, lambda, mű, nü, szi, ó, mikron, pi, ró, szigma. Szóltam én. Szóltál te. Ne aggódj, nem zavar, ha nem figyelsz, szóltam én, csak engedd meg, hogy monologizáljak. Kérlek, ha nem megy a kamuból figyelmes, vállalhat az őszintén közömböst. Alfa, béta, gamma, delta, epsilon, bocs, de tényleg így hangzik ez a fejemben. Zéta, éta, téta, jóta, kappa, lambda, mű, hú, de nehezen megy ez a megfogalmazás. Mű, nő, xívó, mikron, píró, szigma. Tudom, gyakran elkap a pátosz. Nagy szavakkal, holt nyelven is tényleg széjjel málik a szótár. Lát, hogy gyakran elkap a pátosz. Te meg csak így himi-humi hümböksz, hát titkent tökre ráférne egy kis élőbeszél nyelvlecke. Kínos. Mint egy tolvamondás, ó görögül, meg ó magyarul, meg ó a faszom, miért én szabjam rád a kapátot? Nagy szavak a holt nyelven is lassan tényleg széjjel málik a szótár. De egyelőre minden rendben köztünk. Kisfiúként voltak elképzeléseim, hogy milyen férfi leszek majd. De azt sosem hittem volna, hogy végül Chris Rodihoz fogok leginkább hasonlítani. Ő is csak folyton könyörgött, hogy keresem a szót, hogy elmondjam. De senki sem segített szegénynek. Kérlek adományos szókincsekből a Galló Bence, keresem a szót, hogy elmondjam, a.k.a. nagy szavak, mert jó jönnének nevű segélyszervezet számára. Kezdésnek, mondj már egy hangutánzó szót az élettér szűkülésére. Egy fosztóképzőt az ápaságra, vagy találj nekem kötő szavakat a csonka családra. Egy finom és tapintatos kicsinyítő képzőt a függőségeimre, és egy szabad bővítményt a gyógyulásra. Vagy legalább egy visszaadó igényt a figyelem szentelésre. Vagy kérek egy könnyebbet. Magyarosíts nekem a passzív voice-t. Legyél te the last nyelvbender. Muti, milyen egy passzívan szenvedő szerkezet vagy neked az még mindig magyartalan? Mert kéne egy kifejező ragrima befejezetlenre. Vagy csak egész egyszerűen kérdez valamit. Az mindig jó esik. Rajta kérdezd meg bátran, hogy hogy vagyok? Nem panaszkodom. Lehet, hogy nem éppen férfios ez a beszéljünk az érzéseimről. Apám csak legyintene és azt mondaná, katona dolog, meg majd elmúlik. Legalább ebben az egyben ráütöttem, ezért úgy, mint ő, majd én is csak küszködök a férfikori akut kiheveredési problémákkal. Alfa, beta, gamma, delta, epsilon, nagy szavak a holt nyelven is széjjel nálunk a szótár. Zéta, éta, téta, jóta, kappa, lambda, mű, azt mondtam, jól esik, ha kérdezel. Látod? Ilyen az őszintén figyelmes. Azt mondtam, nem zavar, ha nem figyelsz. Látod? Ilyen a kamuból közömbös.